Két fordulóban tárgyalja idén a város 2017-es költségvetését a képviselő testület, az elsőt törvényi kötelezettségének eleget téve februári soros ülésén fogadta el a grémium. Valamennyi a működtetéshez, valamint az elindított és betervezett beruházások megvalósításához szükséges forrás már most rendelkezésre áll. A második fordulóig újabb bevételekre is számítanak, ami további fejlesztésekre biztosíthat lehetőséget, tájékoztatott Süli János polgármester. Nincsenek pontos adatai, mondtuk még a tavalyi évről megmaradt pénzösszegekről, hisz még a tavalyi elszámolások folyamatban vannak, és akkor nincs információnk, hogy akkor esetleg milyen pályázatokon mit sikerült nyerni, ez is befolyásolhatja. És azt se tudjuk még, hogy pontosan az adóbevételeink hogy fognak, de ugye az elmondtuk, csak azt lehet betervezni, ami biztos. Mint az az ülésen is elhangzott, a kötelező és önként vállalt működtetési feladatok száma idén sem változott. Megszorításokról nem határozott a testület. Új témaként a Hunyadi utca indította ugye közbeszerzésen azt, hogy meghirdettük, napokban aláírtuk a szerződést, és akkor március 15-én munkaterületet adunk át. A múzeum előtti térbefejezésnek is van még egy ilyen térköves része, a Váci Mihály utcai térbelső folytatása, akkor az eszi előtti területnek a térkövezése. Tehát van folyamatban bőven témánk, amivel lefettük a dolgainkat, és akkor ami még jön ezután, ugye vannak megtervezve még további utcák, amiket tudunk csinálni. Emellett az erőmű beruházás indítása is azonnali feladatokat jelenthet a városnak. Ezeket, amint a plusz források rendelkezésre állnak, reméljük azonnal indítanunk kell, folytatta a polgármester. A város gazdálkodását jelentősen befolyásolja az iskolák működtetésének államosítása miatti 996 millió forintos szolidaritási hozzájárulás. Ehhez kapcsolódóan kiegészítő javaslattal élt a szavazás előtt Barnabás István alpolgármester. Meggyőződésem, hogy a közoktatási intézményeink kezét nem engedhetjük el továbbra se, és mint felelős gazdája ennek az 1 milliárd forintnak, kötelességünk is, hogy tájékozódjunk, hogy a paksi általános iskolák, illetve a gimnázium színvonal az továbbra is olyan-e, mint ahogy ameddig az önkormányzat fenntartásában volt. Ezért javasoltam azt, hogy kérjünk tájékoztatást a tankerületi tanácstól, hogy milyen költségvetési színvonalon, milyen költségvetési forrás ellátással működtetik az eddig intézményeinket. Mint az a hozzászólásokból kiderült, az oktatás jelenlegi színvonalának biztosítását minden képviselő a város elengedhetetlen feladatának tartja a jövőben is. Egyrészt az 1 milliárd forintos elvonás az nem 1 milliárd forint, hanem csak 400 millió forint, ez is nagyon jelentős egyébként, mert ugye ebből le kell vonni azt az összeget, amit egyébként az oktatási intézményeinkre költöttünk. Ugye a másik pedig az, hogy majd a gyerekek, hogy milyen körülmények között tanulnak, és hogy milyen lesz az oktatás színvonal, egyrészt hát a pedagógusokat nem tudjuk befolyásolni ebből a pénzből, a pedagógusok a béremelésüket megkapják, hogy az iskolák milyen körülmények között működnek, ez pedig akkor fog majd kiderülni, hogyha már ennek lesz valamilyen múltja. Tehát én nem akarok feltételezni olyat, hogy itt az iskoláink, illetve a gyerekeink hátrányos helyzetűek lesznek ettől a megvonástól. A módosító javaslatot a második fordulóig visszavonta Barnabás István alpolgármester. A költségvetés tervezetet egyhangú igennel fogadták el a képviselők. A testület beszámolókat is véleményezett, és döntött arról is, hogy csatlakozik a város a Magyar Marketing Szövetséghez. Részletes beszámolónkat pénteken este Testületi Tudósítások című magazinunkban láthatják.